104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok! Velünk történt című magazinműsorunkat hallják, és a magazinműsorunk teljes mértékben megújult. Itt vannak az új blokkok, mint például a Figyeljünk mindig egymásra. Ez a második blokkunk, a Békés Csabai és megyei civil szervezeteket mutatjuk be, a munkájukat, úgyhogy már is tisztelettel köszöntöm a Tegyünk az Élhető Magyarországért Egyesület elnökét a telefonvonal túlsó végén, Karácsony Zoltán. Szia Zoli, üdvözöllek! Szia, és köszöntöm a rádió hallgatókat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zoli, hogy rendelkezésemre állsz. Szeretném itt elmondani hallgatóinak, hogy régen ismerjük egymást, jó barátságban vagyunk, úgyhogy ezért is tegeződünk. Maradhatunk így? Interjúban igen, is? Igen, szuper. Jól van. Zoli, na hát akkor te vagy az Egyesület elnöke. Kérlek szépen, hogy mondd el nekünk, mikor hoztad létre, milyen céllal, milyen programokat hajtottatok eddig végre. Így általánosságban mit lehet rólatok tudni? 2013-ban hoztunk létre egy baráti társasággal az Egyesületet, azzal a céllal, hogy próbáljunk meg segíteni olyan hátrányos helyzetű gyerekeken, hátrányos helyzetű családokon, akik más úton esetlegesen nem tudják elérni azt a segítséget, amit az Egyesületünktől vagy az Egyesületünkön keresztül kaphatnak. Így az alapító tagok között pedagógusok, lelkészek, újságírók, tehát elég színes a paletta a tagok viszonyában. És milyen programjaitok voltak eddig? A programok tekintetében, amire pályáztunk, roma lányok korai elhagyását megelőző program, és emellett hát sok olyan programot igyekeztünk megvalósítani, amiben mi láttunk rációt, azaz olyan kérdéseket próbáltunk meg feszegetni, vagy olyan kerekasztal beszélgetéseket próbáltunk meg szervezni, amelyek aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Így került sor Békésen is több alkalommal. Annak idején, amikor nagyon erős volt a migrációs hullám, akkor leültettünk szakembereket egy asztalhoz, és beszélgettünk. Ilyen címe volt, hogy az iszlám veszélye Európára, vagy a kereszténység jövője Európában, aztán a keresztények és a választások. Tehát ilyen jellegű beszélgetéseket próbáltunk kezdeményezni, és akkor ennek adtunk nyilvánosságot, amennyire lehetett. Az érdeklődés az úgy tűnt, hogy elég nagy. És itt Békés Csabán is meg tudtunk valósítani Herceg Tamás országgyűlési képviselő úr segítségével, támogatásával egy polgári esték című rendezvény keretén belül Dajs Tamás Európa parlamenti képviselő urat tudtuk meghívni. És volt egy kerekasztal beszélgetés, az is nagyon jól sikerült. Tehát igyekszünk aktivizálni magunkat olyan kérdésekben és olyan kérdéseket feszegetni, amelyek az össztársadalmat érintik, illetve érdekelhetik. Ilyen volt például, ami számomra egy mindig is fontos és kardinális kérdés, vagy akár probléma maga a házasság, vagy a házasságokban keletkező feszültségek, és hát a házasságokkal kapcsolatosan is igyekeztünk egy olyan előadás sorozatot elindítani. Első helyszíne ennek Békés volt, ahol egy lelkész a hídgyülekezet részéről, illetve egy szakember, házassági kócs, a Remete Tamás volt a vendégünk. Aztán Békés Csabán volt egy folytatása ennek a programnak, ahol úgyszintén egy lelkész tartott előadást, tehát itt nem egy istentiszteleti keretre kell gondolni, hanem előadásra. Igazából ez egy vicces előadás, ami sok olyan problémát és helyzetet hoz elő házassági kapcsolatokban, amelyek a mindennapokban meg tudják mérgezni emberek között a kapcsolatot, és ezt viccesen, poénokkal tüzdelve egészítette ki a lelkész, és ez is elég jól sikerült. Ezen a rendezvényünkön 45 házas pár vett részt, és aztán pedig egy közös vacsorával zártuk a rendezvényt, ahol ugye a házas párok más házas párokat is megismerhetnek, illetve hát ha adott problémák merülnek fel, akkor meg tudják beszélni, hogy kik milyen válaszokat adtak adott problémák megoldására. Nagyon érdekes dolgokat mondtál, Zoli, és tényleg ezért is jó, hogy beszélgetünk itt a magazin új blokkjában, mert hogyha jól tudom, mi azért beszélgettünk már egy párszor személyesen, és májusra is terveztetek valamit, csak ugye ez a koronavírus ezt keresztül húzta, ugye? Igen, hát ennek a házasságról szóló előadásnak lett volna ez egy folytatása, ami sajnos emiatt a vírushelyzet miatt hiúsult meg. Ez is egy vacsorával egybekötött rendezvény lett volna, amit szerettem volna, vagy szerettünk volna kicsit szélesebb körben megreklámozni, de hát ami késik, az nem múlik. És mi erről be fogunk számolni, ígérem neked, ahogy ezt akkor is megígértem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, tájékoztattad hallgatóinkat, jó munkát nektek és jó egészséget. Köszi, Zoli. Nagyon köszönöm. Velünk történt című magazinműsorunkban a Tegyünk az Élhető Magyarországért Egyesület elnökével, Karácsony Zoltánnal beszélgettem. Ez volt a Figyeljünk mindig egymásra. Ugye ebben a blogban a Békés Csabai és Békés Megyei civil szervezetek munkáját mutatjuk be. Mindjárt jön a Közösen sikerülhet, maradjanak velünk!